üssed, üssed, botocskám. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, az óperenciás tengeren innét volt egyszer egy szegény, favágó ember. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templomegere, még talán annál is szegényebb. Hajnaltól estélig vágta a fát az erdőben, de az ebédjes, a vacsorája száraz kenyér volt. Hát egyszer, amint falatoznék egy fatövében, honnét merről nem látta, elég az, hogy csak elejébe állított egy ősz öregember, s egy falat kenyeret kért tőle Isten nevében. Jó szívvel, mondta a szegény ember, mert látom, hogy kigyelmed még nálamnál is szegényebb. Azzal ketté törte a kenyerét, s a felét az öregembernek adta. No te szegény ember, mondta az öreg, tudd meg, hogy én a jók jutalmazója, s a rosszak büntetője vagyok megosztottad velem a kenyeredet, jó tett helyébe, jót várj. Ugyan, gondolta magában a favágó, mi jót várhatok én ettől az öreg embertől. Eközben az öreg kihúzott a tarisznyájából egy abroszt, s azt mondta. Neked adom ezt az abroszt, te szegény ember. Ha megéhezel, csak szólj neki, terülj, terülj, abroszkám, s egyszerében terített asztalod lesz, s annyi étel, ital, mindenféle jó, amennyit csak a szemed szát kíván. Megköszönte a szegény ember az ajándékot, elbúcsúzott az öregtől, és aztán elindult hazafelé. Gondolta magában, hogy ha nem is mondott igazat az öreg ember, az abrosz is ér valamit. No, hiszen majd kipróbálja, csak megéhezzék. Azá, arra nem kellett sokáig várni, egyszerre csak úgy muzsikálni kezdett a gyomra, hogy még. Éppen akkor ért egy kocsma elé. Gondolta, bemegy oda, s ott kipróbálja az abroszt. Bement, leült az asztal mellé, elővette az abroszt, s mondta neki. Terülj, terülj, abroszkám! Hát, uram teremtőm, az abrosz egyszerűen ráterült az asztalra, s abban a minutában tele volt étellel, itallal volt azon fehér cipó, malacpecsenye, túrós palacsinta, töltött káposzta, töltött tyúk, vörösbor, fehérbor, mézes pálinka. Szalad hozzá a kocsmáros, összecsapja a kezét, s kérdi. Hát, Kend, hol találta ezt a csuda abroszt? Elmondja a szegény ember, hogy kiadta neki. De bezzeg jó barátságba keveredett vele a kocsmáros és a felesége. Ők is az asztalhoz telepettek, s ettek, ittak, vígan voltak. A szegény ember nem is ment tovább, ott maradott éjszakára. A korcsmárosné ágyat vetett neki, és megvárta, míg elalszik. Hiszen csak ezt várta. Ahogy a szegény ember elaludt, kilopta a tarisznyából az abroszt, és kicserélte egy hasonlóval. Reggel tovább ment a szegény ember, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon nagy örömmel a feleségének. No, asszony, vége a szegénységünknek. Kaptam egy olyan abroszt, hogy csak egyet szólok neki, is annyi rajta az étel, ital, hogy a falunak is elég volna. Ó, oh, hajja -e, mondta az asszony, ne helytelenkedjék, talán csak nem ment el az esze. No, ha nem hiszed, mindjárt megmutatom. Egyszeriben elővette az abroszt, és szólt neki. Terülj, terülj, abroszkám! Na, annak ugyan mondhatta ezerszer is, sem nem mozdult, sem nem terült, ételnek, italnak, híre sem volt. Lássa, lássa, mondta az asszony, minek helytelenkedik? Jobb volna, ha visszafordulna az erdőbe, s vágná a fát. Egy betévő falás sincs a háznál. De így, te úgy erősködött a szegény ember, ez az abrosz terült már egyszer. Meg sem fordult a fejében, hogy az ő csuda abroszát elcserélték a kocsmában. Visszament nagy búsan az erdőbe, Vágta a fát, mint annak előtte. Déltájban letelepedett egy falá, fa elővette a száraz kenyeret, s gondolkozott, vajon eljön -e még az az ősz öregember. Bizony, hogy eljött, s Isten nevében egy falat kenyeret kért tőle. Én jó szívvel öreg mondta pedig nagy bánatot okoztál nekem. Csak egyszer terült az abrosz, többször nem pedig ezerszer is mondtam terői terőj, abroszkám. No bizony, ha nem terült, mondta az öreg. Akkor nem is az az abrosz volt, amelyet én adtam. Kicserélték bizonyosan, hanem vár csak. Adok én neked most egy bárányt. Ennek csak annyit mondj, táncolj, táncolj, báránykám, s úgy hull az arany a gyapjából, mint a záporeső. De vigyázz rá, nehogy ezt is ellopják. Azzal csak kihúzott egy fehér gyapjas báránykát a tarisznyájából, odaadta a szegény embernek, és eltűnt az ősz öregember, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember egy ág nem sok, annyit sem vágott többet, indult nagy örömmel hazafelé. De megint csak betért a kocsmába, s eldicsekedett a kocsmároséknak, hogy milyen bárányt ajándékozott neki az öregember. – Hadd lám! – mondta a kocsmáros és a felesége. – Csak ugyan igaz-e? – Szól a szegény ember a báránynak. – Táncolj, táncolj, báránykám! – Hát halljatok csodát! Hullott a gyapjú közül az arany, mint a záporeső. Csak szedjék, kentek, szedjék! Bíztatta a szegény ember a kocsmárost és a feleségét. Nekem úgy is akkor lesz pénzem, amikor akarom. Hanem a kocsmáros és a felesége nem elégedtek meg ezzel. Éjjel, még a szegény ember aludt, ellopták a bárányt, s másikat állítottak a helyébe, szakasztott olyant. Bezzeg, hogy mikor a szegény ember hazaért, szólt a báránynak, táncolj, táncolj, báránykám, csak bégetett keservesen, de bizony nem perdült táncra. Káromkodott a szegény ember, sírt a felesége, s mind azon keserget, hogy az ura megháborodott elméjében. Visszament a szegény ember az erdőbe, de olyan erős nagy bánat nehezedett a szívére, hogy a munkájának sem volt semmi látszatja. Délben leült egy falá, fa elővette a kenyeret, de enni sem tudott a nagy bánattól s bosszúságtól. Hát, amint keserget magában, csak előtte áll megint az ősz öregember, de most nem kért tőle kenyeret. – Búsulsz úgy, a -e, szegény ember? – kérdezte az öreg. – Ellopták a bárányodat is, ugye? – Hát, tudd meg, hogy a kocsmárosék lopták el az abroszt is, a bárányt is. – De ne búsulj, még egyszer segítek rajtad, mert olyan jó szívvel voltál irántam. – Nesze, adok neked egy botot. Menj a kocsmába, s szólj a botnak, üssed, üssed, botocskám, s addig üti őket, míg elé nem adják az abroszt is, a bárányt is. Csak aztán jól vigyázz erre a botra, mert olyan botám ez, hogy egy ármádia katonát is agyonver, ha szólsz neki. A szegény ember meg sem köszönhette a botot, az őszöreg eltűnt. Indult ő is egyszeriben, s meg sem állott, míg a kocsmába nem ért. Eleinte szép szóval próbálta, kérte, adják vissza az abroszt meg a bárányt. De mikor látta, hogy nem fog a szép beszéd, szólt a botnak, üssed, üssed, botocskám! Hely, uram Jézus, ne hagyj el, lett nem ulas mindjárt! Síp, súp, ütötte, vágta a bot fejbe, hátba, ahol találta a kocsmárost is, a feleségét is, míg el nem nyúltak a földön. Bezzeg visszaadták az abroszt is, a bárányt is. De most már örült a szegény ember, csak hogy ki nem bújt a bőréből nagy örömében. Futott haza, mint a sebes szél, lássa a felesége, hogy nem beszélt bolondot. Ahogy hazaért, szólt az abrosznak. Terülj, terülj, abroszkám! S hát az abrosz csak ugyan megterült. Volt annyi étels, ital, hogy a falu sem győzte megenni, meginni. Azután meg a báránykának szólt. Táncolj, táncolj, báránykám! S hullott az arany, mint a záporeső. Híre ment az országban, még azon is egy sánta arasszal túl, hogy a szegény favágónak milyen csodálatos abrosza meg báránykája van. Eljutott a híre a királyhoz is. Megirigyelte a szegény embertől az abroszt s a báránykát, s azt üzente, másnap délre vigyel neki mindkettőt, vagy karóba húzatja a fejét. Bósult a szegény ember, a szemét sem tudta lehúnyni. Ő bizony, gondolta magában, nem viszi a királyhoz sem az abroszt, sem a bárányt, s ha utána jőnek, majd szól a botjának. Hát csak ugyan. Másnap este már jött az udvarmester tizenkét katonával, s parancsolta a szegény embernek, hogy induljon velük mindjárt, s hozza magával az abroszt is, a báránykát is. Megyek, megyek, mondta a szegény ember, csak várjatok. Azzal egyet suhintott a botjának, Üssed, üssed, botocskám! Nem kellett a botnak kétszer mondania. Síp, súp, ütötte, vágta az udvarmestert, a katonákat, ahol találta. Szégyen szemre, hazáig szaladtak, s nagy lelkendezve jelentették a királynak, hogy mi történt. Ej, hey, mérgelődött a király, összetrombitáltatta, ami katonája volt, és indult a szegény ember ellen. De a szegény ember, ahogy megérkezett a király a seregével, csak szólt a botnak. Üssed, üssed, botocskám! és a bot úgy fejbe kólintotta a királyt, hogy egyszerűen lefordult a lováról, s fel sem kell többet. Kifutott belőle az a gonosz lelke. A bot tovább hadakozott. Síp, súp, neki az ármádiának, s hát egy szempillantásra földön hevert az egész ármádia. De volt nagy öröm az egész országban, mikor meghallották, hogy elpusztult az a gonosz lelkű király. Egyszeriben gyűlést hívtak, s kikiáltották a szegény embert királynak. No, ezt aztán szerette minden lélek. Jó király volt, s ma is él még, ha meg nem halt.